Hello, Lucius, én Kristóf vagyok. Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan rakjatok be ékszerbolt rabdást a Fájvem szerveretekre. Tartsatok velem! Nos, kezdjük is el. Ugye mi ezt a ESX Vangelico Robberit szeretnénk majd betenni, ez a scriptünknek a neve, ugye ez egy ESX-es script, szükségünk lesz hozzá egy ESXtended-es szerver alapra, egy ESX framework-re. Most ugye azt nem fogom bemutatni, ESXtended-es videót megtöltöttem fel, hogyha valakinek az kéne. Viszont most ugye ezt szeretnénk betenni. Hogyan is tegyük be? Nyissuk meg először is a szerverünknek a mappáját, menjünk be a resources-ba, itt keressünk neki egy tetszőleges helyet. Nekem van egy külön mappa, hogy a rablások. Én már ide tettem be egy bolt rablás scriptet még egy régebbi videóban. Ide szeretném mellébe tenni ezt az ékszerbolt rablást is. Majd szeretnék még ide egyébként bankrablást, ATM rablást, sok mindent még. Ugye ilyen videó formájában bemutatni. És akkor egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel ezt nyugodtan be is másolhatjuk. Így. Menjünk vissza egészen a server.cfg-ig. Közben vissza is léphetünk egyébként újból a rablásokba, mert itt szeretnénk majd tovább folytatni a munkánkat. Viszont, hogyha már itt vagyunk egyébként, a scriptünk nevét másoljuk ki. Ezt köszönjük, nem kérjük. Nekem itt van, hogy rablások, én itt szeretném elstartolni, szóval start, és bemásolom a nevét. Kontrollessel mentsük el ezt a server.cfg-t, majd zárjuk be. Így. És akkor nézzük is meg gyorsan ezt a ESX Vangelico Robberit, nézzük meg a konfigurálását, meg néhány dolgot még. Ugye van SQL fájla is, szóval ezt is fel kéne töltenünk. Ezen kívül még fontos elmondani, hogy ugye ez a script általában van magyarosítva. Ha valami nem tetszik benne, akkor ezt nyugodtan írjátok át. Itt a locals, n.lua-ba tudjátok ugye módosítani. Töltsük is fel az SQL-t, és meg egy XAMP-et. Hopp, nem ezt, hanem ezt, így. Megnyitjuk az XM Control Panel-t, Apache, MySQL, mert neki a start, ez az. Be is záratjuk, ugye ez háttérbe továbbá itt fut. Heidi SQL. Vagy ugye nyilván nekünk mondjuk más van, más adatbázis kezelő programunk, akkor azt. Nekem ugye a YouTube megnyitás. Ez az, itt kiválasztjuk az adatbázist. Az nekünk azt hiszem ez lesz. Nem ez, ez lesz. Nem is ez lesz, ez lesz. Igen, kicsit csak adatbázisom van már. Jó, nyissuk meg ezt az SQL fájt, szerkesztés, kimásoljuk. De igazából úgy is lehet, hogy duplán kattintotok rá és feltöltitek a tetszőleges helyre, de én így jobban szerettem, mert nekem ugye mondjuk már több adatbázisom van, és így könnyebb, hogy tudjam, hogy melyikbe akarom feltölteni. Ugye lekérdezés, ezt ide bemásoljátok, majd elstartoljátok. Ugye itt is már magyarra az itemnek a neve, tehát ékszerek, vagy ékszerre is át lehet írni igazából, ugye itt megtaláljuk egész pontosan, nem is tudom, hogy hol. Valahol itt van. Mindegy, tehát ott át lehet írni igazából, erre még rá lehet egyet frissíteni. Így, be is x-elhetjük, nem, így, és menjünk a config.lua-ba. Nézzünk szét itt is, miket lehet beállítani. Minimum hány rendőr kell, hogy lehessen rabolni. Minimum hány rendőr kell, hogy el lehessen adni az ékszert. Minimum mennyi ékszert adjon. Maximum mennyi ékszert adjon. Max Windows, ez nem tudom mi. Ja, de tudom mi. Hány ilyen, ilyen kitörhető ablak legyen, ugye. Cella ott a ékszerboltban. Mennyi idő teljen el egy rablástól, ezt át lehet állítani, ez most pontosan nem tudom mennyi egyébként. Mennyit lehessen egyszerre eladni, tehát ugye 20-at lehet, és azért, illetve nem azért, hanem egy darabért mennyit lehessen kapni, ezt egyébként át lehet állítani, nem tudom, hogy ide miket írogattam be. Ugye itt másodpercben kell egyébként megadni ezt a seg between next job, itt ugye írja is. Legyenek ugye már kerek CP-k, igen. Kelljen-e táska a rabláshoz? Én most ezt átállíthatom false-ra is egyébként, mert szerintem fölösleges. Jó, oké. Azt mondja, hogy ez nem tudom mi. Ezt most nem tudom megmondani. Viszont itt viszont ugye, hogy hol legyen az ékszer voltunk, azt tudjuk ugye beállítani. Szóval itt ugye koordinátet kell megadni, és a blipje mi legyen. Jó, és akkor igazából nagyjából ennyi a config file. Most akkor indítsuk el a szervert, és akkor nézzük is meg, hogy
mit is csináltunk. Jó, ugye elindult a szerver, itt láthatjuk, hogy nem ír errort a scriptünknél, ugye ami elindult, SX Vangelico Robert el tudta startolni, most pedig lépjünk fel a szerverünkre. Nos. Én igazából be is töltöttem, itt is olyan az ékszer voltna, ugye helyileg ez egész pontosan itt van. Illetve van ugye az eladónk is, az pedig itt. Ezt a Lester nevet egyébként át lehet írni a client.lua-ba. Majd ezt is már is megmutatom egyébként, inkább úgy talán kicsit egyszerűbb lesz. Ugye itt vagyunk az ékszerboltnál, be tudunk ugye jönni, és akkor süsd el a ravaszt, hogy elkezd a rablást. Már is adunk magunknak egy fegyvert. Így. Oké, és akkor süssük el a ravaszt. Hopp, kapunk is egy nagyon fasz a kis szirénázást. És akkor ugye itt vannak ezek a cellák, ugye amiket ki tudunk pakolni. Illetve most ugye az összeset pakolni. Itt ugye egyesével be kell őket törni, és akkor random összegű ékszert ad, ugye 5-től 20-ig. Ezen kívül ugye ezt a begyűjtést ugye át lehet írni, hogy ne ilyen kockát írjon, ezt már is megmutatom, mert ugyebár a magyarosításnál ugye nem lehet ű, meg ő, tehát hosszú ű, hosszú ő, illetve hosszú ó betűket ugye használni. Amiatt van, ezt is már is megmutatom, hogy ezt ugye átjavítsuk. Csak előtte gyorsan ezt kiraboljuk. Jó, igazából az utolsó két szelet pakolom ki, ez az utolsó. Így. És akkor már is először is megnézzük ezt a leadóhelyet. Jó, ékszerbot kirabolva, adjuk el ezeket ugye a eladónál. Ugye az eladó az egészen pontosan a Lester háznál van, tehát tudhatjátok ugye az a varrós ház, ugye, tehát hogy ott vannak azok a varróasszonyok plusz Lester. Már is oda szeretném most akkor mi elmenni. Gyorsan állóklippezünk, közben végigcsodáljuk a várost. Milyen szép. Itt van ugye a publikus garázs, itt pedig lesz majd a Lester ház. A rendőrség mögött ez lesz az. Ide ugye be is fogunk majd menni. Így. Ez az. Felszaladgálunk. Jó. És akkor itt lesz a leadó, itt bent. És akkor nálam ugye van összesen 264 ékszer, ezeket szeretném most én eladogatni, szóval ide jövök, ebetű. Eltelik egy kis idő. És akkor igazából el tudom őket adni. És ugye, mint mondtam, ugye itt lehet egyébként átírni a blipnek a dolgait, meg egyébként átkoordinálni őket ugye a client.lua-ban. Ugye ezen a részem, itt a 285. sornál, de egyébként, hogyha beírjátok, hogy Lester, akkor könnyen feldobja egyébként nektek. És ugye itt lehet átírni, hogy mit írunk ki például, illetve az egyéb dolgokat még. Én viszont szeretném megköszönni már a figyelmet. Amennyiben hasznosnak találtatok a videót, tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok. A leírásban megtaláljátok a letöltő linket. Amennyiben viszont még érdekel a csatornám, szeretnétek rajta tartalmat látni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Ezen kívül még további két linket megtaláltok, az egyik a Discord szerveremnek a meghívó linkje, a másik pedig a PayPal-os támogatási lehetőségemnek a linkje. Ezeket is érdemes lehet megnézni. Én viszont szeretnék most mindenkitől elköszönni, szóval további szép napot kívánok nektek, és sziasztok!